Nekünk kárpátaljaknak nagyon fontos az, hogy azok a gyökerek, amelyek nekünk megvannak a mai napig érvényesek, művészeti szempontból főleg, kulturális szempontból, mind gyökerezik az anyaországhoz, mindenféleképpen. És azáltal, hogy Magyarország része, Magyarország művészete, képzőművészete, művészete a világművészetéhez kapcsolódik, ezáltal nekünk is nagyon fontos, hogy pont ezt a napot, amelyik biztos, hogy a himnuszhoz van kötve, kölcseihez van kötve, de ez egy ilyen aláhúzás annak, hogy a tradíciókat mi megtartjuk, a kulturális tradíciókat, a nyelvi tradíciókat, a hovatartozás legfontosabb részét is, és ugye mi azért megtartjuk, tiszteletbe tartjuk és folytatjuk. Itt állunk ebbe a terembe, ami ugye a magyar művészet, tehát a magyar gyűjtemény része, és azért látszik is ezen a gyűjteményen, hogy milyen gazdag volt ez a művészet, és milyen gazdag még ma is. Mi még mindig a folytatói vagyunk annak a tradíciónak, meg annak én most időző jelbe veszem az iskolát, de igazából iskoláról van szó, amit magával hozott Boksai József, meg Erdélyi Béla, amelynek az alapján aztán megalakult a Kárpátalja Pesti Művészeti Iskola. És ez az iskola még ma is kirívik a többi, mondjuk összukrán iskolától. Most nem azt mondom, hogy jobban vagy rosszabbul, de ismerhető, hiába van absztrakt művészet, hiába van képzőművészet, hiába van iparművészet, irodalom, mindenben azért érződik Kárpátalja. Pont azért, mert több nemzetű és megtanultak együtt élni ezekkel a több nemzetűségű emberekkel, több nyelvű társadalomban élünk, és ez csak rásegítés arra, hogy magas szintre vigyük a kulturális szintet. Tehát ez a, szerintem a legfontosabb, amikor 22-én aláhúzok ezt a vonalat, hogy nem azért csináljuk, hogy verjük a mellüket, hogy mi magyarok vagyunk, hanem azért, hogy csináljuk a dolgunkat. Ne veszítsük el az identitásunkat, mert hogyha az identitást elveszítjük, akkor igazából mivé válunk? Tehát akkor elveszítjük a gyökereket. És a gyökerek nem csak nyelve vannak, de gyökerek a történelemhez is kötődnek, a gyökerek a kultúrához tartoznak, a gyökerek a... Tehát minden apró, de nincs olyan, hogy ez most nem tartozik oda. Tehát minden fontos. Ezt magyar kultúrát sem úgy kell nézni, hogy csak Magyarország területe, hanem azért mégis ebben benne van az egész világ, mert mindenütt élnek magyarok. Angliától kezdve, mint a Új-Zélandig. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most Kárpátalja csak a fontos, vagy most Erdély csak a fontos. Mindenki fontos.